Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itthon vagyunk, ahogy látjátok, itt van a Lucas, szervusz! Ott van a Davis, éppen játszik ezzel a játékot, amit kell ütni, meg csavarni, meg húzogatni, meg közben nézi a tévét. Feleségem készülődik, mi elkészültünk, legalábbis most én elkészültem, Lucas is elkészült, és el fogunk most itthonról menni, hogy hova, azt én nem tudjuk. Nemrég értem haza a munkából, ugye szokás szerint épp, hogy csak megzanyoztam, megevédeltem. Kint az idő, képzeld el, látod? Nagyon szépen süt a nap. Ma mára 38 fokot mondtak, holnapra pedig még melegebb, 39 fokot, képzeld el, az rettentő meleg, főleg itt állunk, ugye a kolkoztom, mivel itt lakunk itt a tengerpart, ugye itt a szélén, ezért 38 fok nem olyan sűrűn fordul elő, és azt mondták, hogy jön egy ilyen meleg front most a hétvégén, rettentő meleg lesz, azt mondták, hogy senki le ne menjen a tengerpartra, főleg ilyen dél környékén, ugyanis nagy hőgutát kapjál, ha le is mész, akkor is ugye ne sokat maradjál, főleg ne a napon, próbálj még árnyékban maradni, nagyon sokat inni. Mi nem a tengerpartra megyünk, hanem valószínű, hogy el kell menni, még mindig kell vennem egy ilyen rövid nadrágot, ugyanis meg mindig nem vettem, valószínű, hogy azt fogunk elmenni megnézni valamelyik bevásárlóba. Aztán ezen kívül a héten, képzeld el, mi történt, bár ezt a címből most már lehet, hogy tudjátok a mai videónak a címéből. Becseréltük a Kiát, a Kiánkat becseréltük, és vásároltunk egy új autót, egy vonalat új autót. Hogy milyen autót, azt nem a mai videóban szeretném nektek elárulni, hanem valószínű a holnapi vagy a holnap utániban, ugyanis egy teljes videót szeretnék készíteni az autóról, hogy hogy néz ki, milyen autó. Gondoltam, hogy nagyon sok embert érdekelné, és ha holnap lesz videóm, ugyanis holnap nem dolgozok, holnap ezt megpróbálom lefilmezni, és megosztom veletek holnap vagy holnap után, valamelyik nap a héten valószínű. Hogy milyen autó, én kíváncsi lennék, hogyha gondoljátok ide a komment alá, írjátok meg, hogy szerintetek milyen autót vettünk. Ugye néztük a Subarut, néztük a Fordot, a Holdent, végülis van nem minden automárkát megnéztünk, kivéve ugye BMW-t, meg Mercedes-t, ilyet nem néztünk, és azok rettető drágák, ugye mi nálunk, mert nem is akartam ilyet venni, de kíváncsi lennék, hogy hányan találjátok el, hogy milyen autót vettünk. Annyit elárulhatok, hogy nagy autó. Négy ajtós. Ugye nagy autót akartunk venni, hogy rendesen beleférjünk, és még egy kicsit furcsa, szerdán vettem fel, szerda délután, tehát megvan csütörtök, péntek, meg ma, három napja van meg az autónk, és Lucas, hogy tetszik neked az új autó? Jó. Furcsa, nem? Furcsa, úgyhogy? Azt szerintem benne furcsa, hogy négy ajtós, és rendesen beleférjünk, nem? Belefér, mit csinálsz? Zoknit húzol, belefér a babakocsi, mi helyzet? Én is játszak? Belefér rendesen a babakocsi, minden. Jaj, de most nem kamerázol, te is lassan elkészülsz. És a legközelebbi videóban a jövő héten meglátjátok, hogy milyen autó. Nekem eddig nagyon tetszik. Apá! Játszol, Davis, mi? Még mindig ezzel, ugye ez olyan játék, amit mond, azt kell csinálni, vagy rá kell ütni, meg kell húzni. Én azt hiszem, hogy van ilyen is nálatok. Ja, már kérdeztem ezt a videóban. Lucas, ugye kérdeztük? Mit mondasz? A igazi bosszén! Ja, az a te játékod, csak a Davis játszik fel. A Davis az úgy játszik fel, hogy az csak üti. És nem tudja, hogy kell húzogatni, meg mit kell vele csinálni, csak így mondja a szöveget, meg zenél, aztán Davis szeret ütögetni. Elindultunk, ahogy látjátok, próbálom így felülről mutatni az autót, vagyis alulról felfelé, hogy lássátok, hogy még milyen az autó. Tetejéből nem hiszem, hogy ki tudjátok találni, bár sose lehet tudni, ha csak ide nincs ráírva a fejtámlámra valahova, hogy milyen. Na minden, közben elindultunk, képzeld el, 34 fok van jelenleg, ott följebb 35 fok volt, még nincs 38, bár közben zöld lett lámpa, hogy elindulunk, de rettentő, mert ilyen izzadós idő van még mindig, jelenleg tartunk ide ebbe a bevásárlóba, és nem sokára odaérünk. Megtankoltam az autót, legelőször, ugyanis majdnem tele tették, háromnegyedik tették az autót, hogy nem tudom miért nem tele, háromnegyedik tették, mikor elhoztam, úgyhogy meg kellett tankolni. Megjöttünk, arra néz! Mindjárt befordulunk itt a parklóba, Lucas, tudod mi kéne nekünk? Mi? Egy ilyen jetski, amit ez a Jeep húz, gondolod, hogy kivinnék a hétvégén, és milyen jó lenne, na várj, közben kanyarodunk. Ide felmegyünk a parkolóba, szép lassan. Még furcsa az autó. Na várjál. Mindjárt felérünk. Na megjöttünk, nem tudom, hogy hova álljak, várjál. Ide talán.
Megérkeztünk. Az a furcsa, hogy ugye nagyobb az autó, mint a Kia, és kanyarodni vele még egy picit furcsa, mert hogy négy ajtós, nem kell átmászni senkinek most rajtam, vagy a Lucasen. Na minden, mutatom. Amúgy ide jöttünk, látod ebbe a bevásárlóba, Pacific Ferrybe, ott van arra felé Surface Paradise, ott van Broad Beach, ott van a bejárat, úgyhogy most oda bemegyünk, és lehűtjük magunkat, ugyanis rettentő meleg van, ahogy mondtam. Ami az ablak, látod, nem tudom, látod-e, vagy nem, de nincsen még lesötétítve, meg egy pár dolgot, ugye, amíg akarok csinálni az autón, de majd meglátjátok. Nézd, ki vannak már a téli nadrágok, meg a téli kabátok is, látod? Ezek a hosszúiak, lassan jön ugye az ősz. Hova megyünk? Hova megyünk? Gyere erre vissza, nézd, van itt sok hosszú nadrág mindenhol, látod? Ez szép ez a kabát. Hol akkor? Itt van. Na gyere! Oda nézd itt, mit árulnak, hajókat, látod? Mindenféle fajtát itt a bevásárlóban, kicsikét, nagyokat. Megmutatom nekem, melyik tetszik az ott elől. Na gyere, menjünk oda! Ez itt a sarkon, látod? Az ott. Te, egy olyat elfogadnál. Még ez a pici is olyan túl rossz. De ez a nagyobb eszem, látod, előre bele lehet ülni, mondjuk ebbe a sárgába. Lucas, melyik tetszik? Ez, nekem ez tetszik, vagy a sárga. Na gyere, menjünk! Végeztünk, sétáltunk, ettünk egy fagyit, ja, kár, menjünk vissza az autóhoz, aztán menjünk most egyet a szüleimhez. Azt mondjuk, hogy járunk Surface-re egyet, megnézzük meg, a turistákat nagyon vannak. A csomagtartó az autónak elég nagy, beraktam ide a kamerát a csomagtartóba, és a babakocsi nem egy, de lehet, hogy még kettő is beleférnek, olyan mondom, rettentő nagy a csomagtartó. Na várjál, berakjuk a babakocsi. Látod, hogy befér? Na nézd, menjünk Surface-en keresztül, látod? És nincs olyan nagy forgalom, azt hittem, hogy többen lesznek, de azt hiszem, hogy turisták most már tényleg kezdenek hazamenni. Azért van forgalom, de nem olyan sok. Látod, itt egy-kettő azért sétálgatnak, meg jönnek az autók. Úgy itt van előttünk ez az Uber. Mutkodnak, valaki nekem megmondta, hogy mi az a fehér ott az ablakban, látod? Az a fehér karika, azzal a fekete ízével ott a közepén. Ja, az Uber. Ja, de én nem tudtam. És valaki mondta nekem kommentben, hogy mi az. Hozzáérkeztünk legalábbis a garázsba, nagyon meleg van, izzadós az idő. De viszont még rövid napdrás is, látod? Mit nyom magát? Mindjárt jön az a lift. Ez jön, vagy az jön? Mit szólsz hozzá? Felérkeztünk, úgyhogy az első dolog, amit most csináltam, bekapcsoltam ott azt a szunyogos riasztót, hol van? Ott van, van, ott van. Nem tudom, néha működik, képzeld el, néha meg nem működik. Bekapcsoljuk, ilyen 5 óra körül bekapcsoljuk. Te, mit csinálsz? Mert én azzal a játékkal játszik, látod? 5 óra körül bekapcsoljuk, és van, hogy este egy szúnyog nincs, egy bogár nincs, semmi se. A következő este ugyanúgy bekapcsoljuk 5 óra környékén, és egy vagy két szúnyog meg bejön. Hogy miért? Fogalmam nincsen. Ugye másképp beraktuk oda a szobába, a miénkbe, mert ugye ott is itt van az ajtó éjszaka, nem mindig, de egyszer-kétszer ott be van kapcsolva, de nem tudom, ott is néha bejön, néha nem. Annyi nem jön be, mint előtte, az biztos. Néha meg egységbe, ahogy mondtam. Na mindegy. Ugye most nem tudom, hogy csinálok, valószínűleg fogok vacsorázni. Opá! Ide lesicsülök, ugye Lucas ott maradt a szüleimnél. Aztán holnap én elmegyek, lefilmezzem az autót, ami még mindig nagyon furcsa, még mindig nagyon furcsa a vezetés, mit csinálunk? Ezzel játszunk? Na most miért vetted fel a maminak a felsőjét, te? Le kéne venni a cipődet, nem gondolod? Folytatjuk tovább a játékot? Mi? Ahogy mondtam, az autó mind nagyon furcsa, ugye nagyobb, ugye négy ajtó, de minden rettentő furcsa az autóba. Hozzá fogok ugye szokni, biztos, hogy hozzá fogok szokni. Egy vagy két hét, ugye minden autóhoz hozzá lehet szokni. De kíváncsi vagyok, hogy majd mit fogtok szólni hozzá. Majd ahogy mondtam, holnap elmegyek, valószínűleg délelőtt, ugyanis holnap nem dolgozok, le fogom filmezni. Csinálok egy másik videót is fel, hogy miért, azt majd meglátjátok a holnapi videóban, hogy miért, ugyanis két videót fogok készíteni. Egy ilyen viccesebb videót, legalábbis remélem, hogy viccesebb videó lesz. Az autóval ehhez kapcsolatos, de viccesebb. Na minden, mondd meg, majd meglátjátok. Szép az új sapkád, hoppá! Aj te, elviszik oda. A mosásba. Lement a nap ott kint, látod, sötét van. És azt mondtam, hogy ezt a videót be kell most fejeznem, ugyanis a Davis megy aludni, úgyhogy nem szólt hangoskodnom. Úgyhogy ezt a videót én most itt befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!